A református általános iskola Rákóczi úti alsó tagozatán vagyunk, egy játszóházi rendezvényen, ami a beiskolázás jegyében lett előkészítve. Ma délelőtt ide hívjuk és várjuk azokat az óvodásokat, akik szeptembertől iskolások lesznek, hogy egy kicsit bepillanthassanak a nálunk folyó munkába, megismerkedhessenek az itt kezdő és dolgozó tanítónénikkel. Mindezt a farsang jegyében tesszük, hiszen a farsangi szezonban vagyunk éppen. Itt a délelőtt folyamán mindmár a két megelőző nyílt napunkon bemutatásra kerülnek a leendő elsős tanítónénik. Hevesi Imre fog a gyerekeknek egy szórakoztató műsort adni, majd pedig fergeteges játékokra kerül sor. És a mai napot egy énektanulással és jutalmakosztásával zárjuk. Jó reggelt kívánok, szervusztok gyerekek! Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és úgy tűnik, hogy ez a nap csak jól végződhet, hiszen ragyogóan süt ránk ez a téli nap. Hát a tél sajnos még hót nem hozott, de bízunk benne, hogy talán még erre is sor kerül. Mint ahogy elhangzott, és ugye sok ismerős arcot is látva, nem ez az alkalom, nem ez az első alkalom, amikor megszólítottuk a szülőket, iskolába készülő diákokat, gyermekeket, hogy a Szegedi Református Általános Iskola is hívja és várja a leendő elsőseit. Köszönöm mindig, és köszönöm most is mindazoknak, akik meglátnak, meghallgatnak bennünket, és eljönnek hozzánk. Ugye volt már szerencsénk arra, hogy láthattunk tanítási órát, és ti is ugye gyerekek, akik itt voltatok az elmúlt alkalommal, már bepillantást nyerhettetek arra, hogy hogyan is néz ki egy tanítási óra, mert az iskola azért ugye a tanításról szól. Sok mindent meg kell tanulnunk, megismeritek majd a számokat, betűket, olvastok, és ugye az iskola arról is szól, és ezt is láthattátok az órán, hogy ugye figyelünk a tanítónénikre, tanítóbácsikra, akkor szólalunk meg és beszélünk, amikor kérdeznek bennünket, kivárjuk szépen a társunkat, hogy ő is elmondja, amit tud, mert minden diák nagyon sok mindent tud. De most ez a nap a játékról szól. Farsangi játszóházra szólt a meghívóm, és ugye a farsang szól a jókedvről, vidámságról és mókáról. Ezen kívül én tudom azt, hogy ti még több mindent tudtok a farsangról, igaz, gyerekek? Igen. Jó, és akkor én arra biztatlak benneteket, hogy amikor majd találkoztok a tanítónénikkel, és ha megsúgjátok neki, hogy ti még a jókedven, vidámságon kívül mit tudtok a farsangról, biztos nagyon meg fognak benneteket dicsérni. Mint ahogy olvasták, láthatták, hallhatták, intézményünk a következő tanévre három első osztály indítását tervezi. Az osztályok megoszlását a következőképpen tervezzük, és mivel most ugye a Rákóczi úton vagyunk, a Rákóczi úton induló első osztályok osztálytanítóit szeretném bemutatni, Fekete Józsefné Marika nénit és Nagy Andrea Andi nénit, akik régóta dolgoznak már együtt tanítópárként az iskolánkban, ők várják az első osztályosokat, az osztályiskola vagy napközis formában fog működni. Köszönöm. A Petőfi úti alsó tagozaton két első osztály indítását tervezzük. Az egyik osztályunknak, amely iskola otthonos lesz, osztálytanítói lesznek Szűcsné Öreg Erika, Erika néni és Belleli Julika néni, akik szintén több éve dolgoznak együtt, ők is szeretettel várják a leendő elsősöket. Köszönöm. A másik osztályunk indul még a Rákóczi úton, Horvátné Körös Anikó tanítónéni, aki most nem tud közöttünk lenni, és a párja lesz Kisa
Alexandra tanítónéni, ők is évek óta együtt dolgoznak, ez az osztályunk is napközis formában fog működni, ahová szintén szeretettel várjuk a diákokat. Köszönöm. És ugye kedves szülők és nagyszülők, akiket külön köszöntök körünkben, ugye mindenkinek van elképzelése arról, hogy milyen iskolát is szeretne a gyermekének, unokának, hiszen bármelyik gyermekünk készül a családból iskolába, legyen az első, vagy már ha van testvére több, mindig ő abban a pillanatban a legfontosabb, hiszen ő lesz első osztályos. Sok mindent leírtunk és leírtak a tanítók arról, hogy mi mindent kínálunk az elsősöknek, de én azt gondolom, hogy mindenhez szükség lesz, mint ahogy tapasztaljuk mindig a szülők támogatására, a szülők aktív jelenlétére, hiszen közös érdekünk az, hogy ezek a ragyogó szemű apróságok boldog iskolás gyermekek legyenek. Ezt kívánom, hogy mindenkinek ez sikerüljön. És nagyon jó szórakozást a mai délelőtre. Köszönöm szépen! Hasas, nagyon várom, egy mackét mondj neked, ne más, bárhogy velünk is majd hangosan, egy mackét. Szuper! Én vagyok a kis lény, cümbön sok kis lény, egy mackét mondj neked, ne más, bárhogy velünk is majd, jöttök egy mackét mondj. Nagyon röviden azt szeretném elmondani, hogy itt tulajdonképpen akkor a délután további részében mi is várhat ránk. Somjainé Marika néni, a Békés Csabai Mesés Babaház tulajdonosa érdekes jelmezeket hozott, hogyha szeretnétek jelmezbe bújni, abban fotózkodni, arra is lesz lehetőség itt a délelőtt folyamán, és itt van vele Kovács Kati néni is, aki lufit fog hajtogatni, itt a szomszédos teremben lesznek a földszinten. Akik szeretnek kézműveskedni, bohócfejet, farsangi szemüveget és sapkát készíthetnek majd, és a szerencsekereket is többször megpörgethetitek, és próbára tehetitek a szerencsét. Ott is sok meglepetés vár rátok, és hogyha valaki közben megéhezik vagy megszomjazik, akkor fölkeresheti a finomságok tantermét, és kedvére csemegészhet a farsangi fánkokból.
és körülbelül 10 óra 30 percre ide visszavárunk még mindenkit egy közös daltanulásra és még egy kis meglepetésre. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Várunk mindenkit szeretettel! Március 7-én szombaton kerül majd sor a következő játszóházi rendezvényünkre a Petőfi úti alsó tagozaton, és áprilisban kerül majd sor a beiratkozásra. Ennek a pontos időpontjáról és helyszínéről az óvodásoknak tájékoztatót fogunk küldeni.